Van egy hőmérséklet, amely fölött ugye az olaj szintén éghetővé fog válni. Mielőtt ugye pánikba kerülnek a kigyulladt olajjal kapcsolatban, milyen beavatkozási módokat, egyszerű állampolgári beavatkozási módokat lehet megcsinálni. Ha esetleg meggyulladt gázfűszerek, az ott lévő edényben tárolt olaj, a legegyszerűbb módja, hogy megszüntetjük a levegő utánpótlását az égésnek, tehát az égés feltételei közül egyet kizárunk. Ja, hogy legy már? Hát valóban ilyen. Vannak bizonyos esetek, amikor a víz kizár, mint szóba jöhető oltóanyag. Nem csak a felnőtteknek, a gyerekeknek is, hogyha előfordult az, hogy tűzeseményt kell jelezni, nyilván jó, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy mit kell jelezni egy tűzesemény során. Természetesen elmondjuk azt, hogy hol van a tűzesemény. Rungás héten, valahány szám alatt. 10 emeletes épület, 4. emeletén, a lakókonyhai. El kell mondani, van-e emberélet veszélyben. Nagyon fontos, hiszen a tűzoltóinak adott esetben föl kell készülni az emberélet mentésére. El kell mondani azt, hogy mekkora a kiterjedése tűz, és még továbbiakban mit veszélyeztet. Tudnunk kell bemondani a saját nevünket és telefonszámunkat a visszahívhatóság miatt. Nagyon sok ember nincs tisztában a saját telefonszámával. Nyilván a kollégáink ezt tudják kijelzőn is venni, de visszahívhatóság miatt ezeket hívni. Nyilván, hogy egy százhírben csak légzőkészülőkkel tudnak beatolni.